Szikrázó napsütés fogadta ma a zöldségpiacra látogatókat, az árusok pedig számos újdonságot hoztak. A talaj lassan felenged, alkalmassá válik a fák ültetésére, ezért már kínálják a különböző csemetéket, amelyeket a tavalyi 12 lejes áron lehet beszerezni. A hónapos retek kötése 3 lej, szintén a tavasz jelenti a zöldhagyma megjelenése is. Ezt a sokaknak ínyenségnek számító zöldséget 2 lejért kínálták. A piros és fehér dughagyma is megjelent az asztalokon, előbbi 14, utóbbi 12 lejes kilónkénti áron kelt el. Annak ellenére, hogy nagy volt a sürgésforgás a piacon, az árusok nagy része azt mondja, mégsem fogy igazán jól a portéka. Nem akarják, tudja meg, hogy venni. Nézze meg, milyen gyönyörű hagymánk van. Na, alig drágán tudjuk. Tetszik? Hát de hogy adjuk. A másik oldalon a vásárló pedig arra panaszkodik, hogy magas az ára a termékeknek, viszont az, hogy helyben terem, sokat számít. Elég drága nyugdíjas fizetésekhez. És a fizetésekhez is az már milyen fizetések vannak. De azért csak jobb itt vásárolni, mint a szupermarket. Hát, jobb, mint a szupermarket. Legalább friss árut kapunk, jót kapunk, csak jobb, na csak jobb. Ez van, ezt kell szeretni tulajdonképpen. A kereslet talán nagyobb, mint a kínálat, olyankor az árak feljebb mennek. Az asztalokon több almaféle is volt, sárgarépa, hagyma, krumpli, házitojás, házityúk, de különböző zöldségmagvak is szerepeltek a kínálatban. Akik szeretik a gombát, azok sem mentek haza üres kézzel, a laska gombát 3 lejes áron lehetett megvásárolni. A mai bevásárláshoz az időjárás is kedvezett, akik kilátogattak a zöldségpiacra, a nap melegét is élvezhették, miközben a portékákat szemlézték.